A napokban megkezdődött a 60 éven felüliek oltása a Bács-Kiskun megyei oktatókórház oltópontján is. Naponta 5-600 idős veheti fel az első oltását. Jelenleg kétféle oltás zajlik nálunk. Van egy második körös oltás. Az ötödik héten a 82 év fölöttiek, akik Pfizerrel kapták meg az első vakcinájukat, ők jönnek most a második védőoltásukért. És emellett oltjuk még az első körös oltásokat a 8. heti kampányoltás kapcsán, azokat, akiket a háziorvosok 65 év felettiként, társbetegséggel rendelkezőként az első oltásra irányítottak hozzánk. Mindenkit fix időpontra hívnak be. A szokásos 4 helyet már 6 orvos dolgozik egyszerre párhuzamosan. A szolgálatot 6 órás váltásban látják el a doktorok. Az oltópont már előre igyekezett felkészülni a megnövekedett embertömeg fogadására. Nagyon sok betegirányító táblát helyeztünk ki, hogy mindenki könnyebben tudjon tájékozódni. Emellett a várakozás kényelmesebb ételére székeket, padokat. Külön leválasztottunk olyan parkolóhelyiséget, ahová a mentősök, illetve betegszállítóval, vagy egyéb nagyobb járművel érkező nehezen mozgó betegeink érkeznek. Az oltásra várakozók koordinálásában részt vesznek a kórházban szolgálatot teljesítő katonák is, akik az orvosok elmondása szerint is nagyon sokat segítenek a határozottságukkal és segítőkész magatartásukkal egyaránt.